Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor 14 éves voltam, akkor az volt a legnagyobb kihívás az életemben, hogy az éppen soron következő témazáróra tökéletesen felkészüljek, a sportpályán pedig örültem, ha lépést tudtam tartani a nálam idősebbekkel. Ellentétben velem, a mai listán szereplő sportolók nem csak hogy őrületesen sikeresek voltak abban, amit csináltak, de legtöbben közülük 14 évesen már olimpiai aranyérmesnek mondhatták magukat. Jöjjön az 5 legfiatalabb bajnok! Dominic Moceanu. Az 1996-os atlantai olimpián induló amerikai női torna válogatott, a Magnificent Seven, azaz a csodálatos hetes néven vált ismerté. Mindenki totális dominanciát várt tőlük, és a legtöbb figyelem talán az akkor 14 éves román származású Dominic Moceanu szereplésére irányult. Moceanu már 10 évesen annyira tehetséges volt, hogy Károly Béla legendás tornaedző termében készülhetett, és hirtelen elkezdte döntögetni az összes legfiatalabbal kezdődő rekordot. 14 éves korára rengeteg sérüléssel bajlódott. Hónapokkal az olimpia előtt eltört a sípcsontja például, de még így is az egyik legesélyesebb induló volt. Egyéniben sokat hibázott, de a csapatversenyen fantasztikus teljesítmény nyújtott, és kulcsszerepe volt abban, hogy az amerikaiak meg tudták kaparintani az aranyérmet. Marjorie Gestring. Ugyan az 1936-os berlini játékokra sokan csak úgy emlékeznek, mint Hitler olimpiája, de ekkor versenyzett az akkor 13 éves és 268 napos műugró Marjorie Gestring is. 3 méteres műugrásban indult, és bár esélyesként érkezett Berlinbe, a legtöbben mégis egy másik amerikai sportolót, Catherine Rawls várták az első helyre. Gestring sokáig a második helyen állt, de utolsó ugrása annyira tökéletesen sikerült, hogy megelőzte vetélytársát, és ezzel ő lett a valaha volt legfiatalabb aranyérmes a nyári olimpiák történetében. Gestringnek ez volt az egyetlen olimpiai szereplése, hiszen a II. Világháború miatt 1948-ig nem is rendezték meg a játékokat. Klaus Derta. Ha nagyon fiatalon szerettél volna olimpiai bajnok lenni, de nem annyira voltál tehetséges sportokban, akkor a legegyszerűbb megoldás az volt, ha jelentkeztél az evezős csapat kormányosának. Ő az a karakter, aki a hajótest elején ül és nézi, hogy merre megy a hajó, jelzéseivel pedig irányítja az evezősöket. A korhatár bevezetése előtt előszeretettel alkalmaztak erre a pozícióra 13-14 éves kisrácokat, hiszen ők már azért átérezték a helyzet komolyságát, de közben súlyban annyira nem terhelték meg a hajót. Ilyen volt a 13 éves Klaus Derta is, aki az 1960-as római olimpián lett aranyérmes páros evezésben, az egyesített német csapat kormányosaként. Derta mellett voltak még más, hasonlóan fiatal olimpiai bajnokok is, akik ugyanúgy csak ültek a hajóban, sőt, szólnak pletykák egy 7 éves francia fiúról is, aki 1900-ban segítette hozzá evezős társait a dobogó legfelsőbb fokához. Fu Mingzha. A kínai Fu Mingzha középosztálybeli munkás családba született, és már 5 évesen kiderült róla, hogy nem mindennapi tehetsége van a sporthoz. Eredetileg tornász szeretett volna lenni, de az edzői szerint nem volt ehhez elég rugalmas, így 7 évesen átiratták műugrásra. Úgy, hogy a kislány még úszni sem tudott. A tehetsége itt is nagyon gyorsan megmutatkozott, erre pedig felfigyelt a kínai kormány is, és bekerült az állami sportprogramba, onnantól pedig csak azzal kellett foglalkoznia, hogy bajnok legyen. Fu évente csak 2-szer találkozhatott a szüleivel, amúgy heti 6-szor, napi 7 órát kellett edzéssel töltenie. 12 éves korára már sorra nyert a nemzetközi felnőtt versenyeket, azonban egy harmadik helyezés miatt az edzését még keményebbre fogták. Mire 1992-ben eljutott a barcelonai olimpiára, Fu-nak lényegében nem volt ellenfele, és játszik könnyedséggel szerezte meg az aranyérmet a 3 méteres műugrószámban. Fu dominanciája egyébként annyira félelmetes volt a fiatalkora miatt, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hozott egy határozatot, miszerint egy sportolónak legalább 14 évesnek kell lennie ahhoz, hogy bármilyen versenyszámban elindulhasson. Egerszegi Krisztina. Listán királynője pedig nem lehet más, mint Egerszegi Krisztina. A magyar úszólegenda mindösszesen 14 éves, 1 hónapos és 9 napos volt, amikor életében először felállhatott a dobogó legfelső fokára az ötkörikes játékokon. Az aranyérmet 200 méteres hátúszásban szerezte a szöuli olimpián 1988-ban, ami végül nem csak egér olimpiai és Európa csúcsáról maradt emlékezetes, hanem Vitrai Tamás legendás kommentálásáról is. Gyere Egérke, gyere kisilány, ússzál, egyszer hozz az előnye. Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok 200 méteres hátúszásban. Talán nem meglepő, hogy ő volt a magyar csapat legfiatalabb tagja. Egerszegi ezután még 4-szer állhatott pályafutása során az olimpiai dobogó legfelső fokán, ezzel pedig a mai napig ő a legeredményesebb úszónő az ötkörikes játékok történetében. Az aktív versenysporttól 22 évesen vonult vissza. 2001-ben bekerült a világ úszósportjának halhatatlanjai közé, 2013-ban pedig megkapta Áder Jánostól a Magyar Szent István rendet, ami a legmagasabb államilag adható kitüntetés Magyarországon.
Ha nem akarsz lemaradni legújabb tartalmainkról, kíváncsi vagy a magyar csapatra, esetleg ehhez hasonló érdekességekre az olimpiákról, akkor iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el megnyomni a harang gombot se, hogy első között értesülhess ezekről a videókról.